Megdöbbenésének adott hangot a Kongói Demokratikus Köztársaság elnöke Olaszország kongói nagykövetének megölésével kapcsolatban, és az ügy megoldására sürgeti az illetékes szolgálatokat. Luca Attanasio nagykövet az ENSZ világélelmezési programjának konvoja elleni támadás során veszítette életét Goma városában. A támadók lelőtték a nagykövetet, a sofőrt és a nagykövet biztonsági tisztjét. Aztán a Kongói Demokratikus Köztársaság fegyveres erőinek katonái gyorsan megadták magukat, a nagykövetet pedig a gomai kórház intenzív osztályára szállították, mondja ez a szemtanú. A nagykövet és Vittoriója Kovácsi csendőr életét már nem tudták megmenteni. A kongói kormány a ruandai demokratikus felszabadítási erőket vádolta a támadás végrehajtásával. A belügyminiszter szerint a támadás során 4 embert elraboltak, közülük később megtaláltak egyet a környéket átvésülő katonák.